Köszöntöm a résztvevőket, akikért itt vagyunk, és akikért ez az esemény létrejön. Köszöntöm a Marketplace partnereinket, akik kiállítóként ide érkeztek hozzánk. Köszöntöm a technikai stábot és a MetaInf stábját, és köszöntöm a fordítóinkat, akik a mai napot végig fogják kísérni, és a holnapi napot. És nem ígérem meg, hogy nem fogjuk megizzasztani őket különböző nehezebbnél nehezebb témákkal. És persze köszönöm a szüleimnek, a családnak, bocsánat, ezt nem itt, nem itt kell mondani, hanem az oscar Gálán. De nézzük is meg, hogy honnan érkeztek ide hozzánk a kiállító barátaink. Ezen a térképen láthatjátok azokat az országokat, ahonnan ide érkeztek a, a kiállítóink, és az egyik... Talán olyan rövidítés, amit nem mindenki felismer, ez az ARE, az Egyesült Arab Emirátusok, tehát már onnan is érkezett ide kiállító. De ki jött a legmesszebbről? Mire tippeltek? Ki az, aki a legmesszebbről érkezett, és honnan érkezett? Egy gyors tipp. Igen, valaki tavaly is volt már, ha jól emlékszem. És valóban Új-Zélandról a Tech Time érkezett. Ez talán a legmesszebb lévő olyan ország vagy, vagy vidék, ami Magyarországhoz képest a legmesszebb van, és még egy élő uh, uh, földrészen. Uh, melyik az a cég, és uh, amelyik a legtöbbször volt itt az Atlassian D eseményein, több mint a 9 esemény 75 tehát több mint 7 eseményen, van ez a hetedik eseménye, hogy itt van. Melyik cég lehet ez? Adaptaviszt, mondja Tibor, aki szintén valószínűleg itt volt a, talán az összes Úgy köszönjük a, vagy de ilyen, Köszönjük a Adaptavisnek is, hogy ismét itt, von, itt vannak velünk és értékes tartalommal és és termékekkel megoldásokkal jönnek. 2023 számunkra nagyon különleges év volt. Az egyik, amit itt láttak, az az, hogy 14 százalék. Vajon mi lehet ez a 14 százalék? A magyar szellemi munkavállalók majdnem het, minden hetedik azt mondja, hogy ha az IT-hoz fordul segítségül, akkor felkészül arra, hogy nem fogják egymást érteni, hogy nem egy nyelvet beszélnek. Sőt, további 29 nak Semleges a véleménye, de semmiképpen nem cáfolja ezt. Hogy honnét jött ez a szám. Egy frissen elkészült ezer fős, online reprezentatív kutatásunkból, melyben Megkérdeztük a magyar szellemi munkavállalókat tudásmegosztásról, kollaborációról, a vállalati silókról, az együttműködésről, ezekben szerzett sikereikről, arról, hogy hogyan próbálják leküzdeni ezeket az akadályokat. Több mint ezren válaszoltak nekünk. Olyan emberek, akik akár a ti munkavállalóitok is lehetnek. Ezt a tudást mi arra szeretnénk felhasználni, hogy a szervezeti vállalati produktivitás Egyedülálló szakértőivé váljunk, és ebben megerősítsük magunkat. Nagyon fontos tudni számunkra, hogy mivel küzdenek az egyes szervezetek, munkavállalói az egyes szervezetek, hiszen ekkor fogunk tudni igazán sokat segíteni a különböző atlaszia megoldásokkal a hatékonyság növelésében. Nagyon megdöbbentő, hogy Ebből a kutatásból az egyik dolog az jött ki, hogy nem értjük egymást. A klasszikus példa, hogy az IT nem érti az üzletet. De azt gondolom, hogy ez csak a tipikus gumicsont, hogyha több csapat együttműködéséről van szó egy komplexebb projekt esetében, akkor ott az egyes különböző szakterületek csapatai körülbelül ugyanígy nem értik egymást. Gondoljatok bele például egy jog és egy marketing csatájára mondjuk egy kampány keretében. És ez a két nap, ami itt előttünk áll, részben ezeknek a csapatoknak szeretne segíteni, nektek szeretne segíteni abban, hogy hatékonyabbak legyetek. És az a küldetésünk, hogy ezekkel a módszertani stratégiai tudással felvértezve a lehető leghatékonyabban tudjuk segíteni nektek az Atlassian eszközök használatát. És 2023 a főként arról szólt nekünk, hogy szeretnénk minél inkább ebben a minőségünkben is pozícionálni magunkat felétek. Kialakítottunk öt prioritást, a kollaborációt, a tudásmegosztást, az időhatékonyságot, az ügyfélkiszolgálást és az adatalapú döntések lehetőségét, amelyekről azt hisszük, azt valljuk, hogy olyan területek, amelyben biztosan hatékony segítség tudunk nektek lenni. És számos olyan projekt volt már 2023-ban, ahol nem akkor szólítottatok meg bennünket, amikor már minden kész volt, és csak jól be kellett konfigurálni ezt valamilyen Atlassian eszközzel, hanem a Business Development csapatunk, aki főleg Utasi Mátyás és Kecskés Eszti kollégám keretében valósult meg előttetek, már a stratégiai alkotás során, már a módszertani alapok lefektetése során ott volt veletek, és amikor eljutottunk oda, hogy ezt már meg kell valósítani, akkor egy sokkal könnyebb, sokkal egyenesebb úton haladhattunk tovább. Elképesztően sok új arcunkat sikerült nektek az elmúlt évben megmutatni, és hogy hogyan tudtunk ilyen komoly eredményeket elérni. Nem csak a MetaInf főállású belső kollégáira támaszkodunk, hanem olyan tapasztalt tanácsadókra, olyan tapasztalt szakemberekre, akiknek talán lehet, hogy a neve is ismerősen cseng több, em, re, több jelenlévőnek, és a referenciáik között olyan komoly szervezetek szerepelnek, mint a dél Magyarország, vagy például egy idősebbek talán emlékezhetnek rá az egyik legelső, nagyon nagy sikerű magyar felvásárlás, a Balabit a témaköre menedzsment tanácsadás, marketing kommunikáció, IT szolgáltatások nemzetközi piacravitele, amely segíti a csapatunkat, ezáltal mi benneteket sokkal hatékonyabban tudunk segíteni különböző üzleti problémák megoldásában. Néhány példát, hogy mutassunk be nektek arra vonatkozóan, hogy hol tudtuk ezt a, ezt a megváltozott koncepciót a gyakorlatban is alkalmazni. Um, Első példát annak hoznám fel, azt a webinárt, amit mi a PMI hungary tartottunk közösen a közelmúltban. Ez, a, ez az intézmény, ez az intézet a projektmenedzsmentre szakosodott, és ez a webinár is a projektmenedzsmentnek azt az aspektusát mutatta be, ami nélkül nem valósulhatna meg a projektkezelés. A feladatlezárások művészetéről szólt ez a webinár. Természetesen megnézhetitek ezt a webinárt is a közzétett anyagainkban. Ezt követően egy uh, ügyfelünk, a Graphisoft uh, osztotta meg saját sztoriát abban, hogy hogyan vitték át a teljes projektmenedzsmentet uh, nem Atlassian környezetből, az Atlassian platform uh, tekére. És végül most itt vagyunk mindannyian az Atlassian DN, azért, hogy tovább tanuljunk uh, ezektől a cégektől, ezektől az ügyfelektől, ezektől az ügyfelektől, uh, kellően hasznos sztorikat, nagyon érdekes témákat, és együtt um, képezzük magunkat e, különböző ezekben a prioritásokban, amikről Attila eselt. Másik példa az, a, az Alpik és a HelloPay-hez kötődik. Mindkét e, ügyfelünknél olyan projekteket tudtunk megvalósítani, ahol nagyon korán be tudtunk szállni a projekt korai e, fázisában. Az Alpik egy nagy nemzetközi energetikai cég. Elhatározták, hogy megújítják a teljes IT szolgáltatás menedzsmentjüket. De nem csak egy egy túlszteket kerestek, amit szerettek volna felparaméterezni, hanem szerették volna igazán jól csinálni. Ezért létrehoztak egy módszertani csoportot, ami az ITSM és az ITIL alapjainak a megértésével és tudatos alkalmazásával foglalkozott. És mi már ebben a csoportban, ebben a csapatban részt vettünk, és aktívan közreműködtünk abban, hogy egy igazán jó megoldást tudjunk létrehozni. A HelloP pedig egy olyan példa szinten a közelmúltból, ahol a kollégáink a folyamatmenedzsment alapjait próbálták megérteni, és nem is csak az alapjait, hanem a gyakorlatát, amit a Hello Pay ben követtek. És azért, hogy erre építve, ezt megértve, ezt visszatükrözve, megtervezve a következő megoldást, már az Atlassian stacken tudjanak egy sokkal magasabb szintű és hatékony folyamatmenedzsmentet megvalósítani. Ezt az új szemléletet uh, hogyan fogjuk tudni követni ebben az előttünk álló két napban? két drasztikus változást hajtottunk végre az Atlas cnd 49. alkalommal a megújulás jegyében. Az egyik az az, hogy márciusban van az esemény. Iszonyatosan örülök, hogy rekordot döntöttünk. Több mint 250-en regisztráltatok, és lesztek itt az elkövetkezendő két napban. Ez megnyugtat, hogy nagyon kevés ember fog majd június első hetében felhívni, mint tavaly, hogy bocs, Attila, elfelejtettem jegyet venni. Ugye még tudok, mert most lesz az Atlas CND, Ugye? Ő nem márciusban volt. Úgyhogy most nagy kő esett le a szívemről. És a másik jelentős változás az pedig az, hogy nem egy fő témája van az Atlas nek mint korábban az ITSM vagy a Cloud, hanem öt tematikus szekciót hoztunk létre számotokra. Olyan szűk részterületeket, amelyekre azt gondoljuk, hogy sok embert érdekelnek, viszonylag tipikus problémákat ölelnek fel, és ezeket próbáljuk Elejétől a végéig uh, kivesézni. És hogy hogyan? A szekciók úgy fognak felépülni módszertanilag, hogy egy rövid Bevezető után egy stratégiai módszertani előadást fogtok hallani abban az adott témában. Miért? Azért, hogy kontextusba tudjuk helyezni, hogy egyáltalán ennek a tématerületnek, ennek az iparágnak mik a fájó pontjai, mire keresi ő valójában a megoldást. És majd, ha tudjuk, hogy mire keresi a megoldást, akkor már megszokhattátok tőlünk, hogy szeretünk nem mi beszélni arról, amit. Csinálunk, mert valószínű hiszünk benne, mert ha nem hinnénk, valami mást csinálnánk. Mennyire hitelesebb az, hogyha az ügyfeleinket kérjük meg, hogy gyere ide a színpadra, és meséld el, hogy neked milyen jó volt az, amikor megtörtént valamiféle digitalizáció, valamiféle transformáció a szervezetedbe. Ez az ügyfélsztori fog bennünket helybe képbe hozni azzal, egy jó példával, hogy mit lehet ebben az iparágban elérni. Ezt követően igyekszünk ezt a képet kiszélesíteni, és a, meg elmesélni nektek azt, hogy az Atlassian ökoszisztémában milyen megoldásokat tudunk szállítani az előbb elhangzott kihívásokra. És az Atlassian világában nem lehet elmenni az Atlassian ökoszisztémának a marketplace varázsa mellett. Tehát azért is van több, most 23 vendor szerte a világból ezen a konferencián, hogy sosem egy zsirát vezetünk be, sosem egy konfluenzt vezetünk be, és azzal minden megoldódik. Hanem nagyon jól megértve az üzleti problémát, nekünk egy legókockákból össze kell építeni egy olyan várat, ami valójában eredményt fog számotokra hozni, és ehhez elengedhetetlenek az atlassia a szisztéma vendorai, akik több ezer kiegészítőt gyártanak ezekhez a termékekhez. Minden egyes szekcióba választottunk nektek egy olyat, amiről azt gondoljuk, hogy a lehető legjobban passzol ehhez, és kértük őket, hogy egy customer story vagy egy use case-t hozzanak, és ezáltal egy olyan órás csomagot fogtok kapni, amelyet, hogyha az elejétől a végéig végighallgattok, akkor a big picture-től, a konkrét megoldáson át, a lehetőségeken keresztül el tudtok jön, jutni egy olyan ihlethez, amiben reményeink szerint, hitünk szerint tovább fogtok tudni lépni a megoldás felé vezető úton. A következőkben szeretnénk a Nagy Produktivitás Körkép című felmérésünkből néhány érdekes eredményt közölni. Például azt, hogy 84 nagyon hangzatos ez a magas szám, de mire is vonatkozik ez? Arra, hogy a vállalatok, az általunk megkérdezett vállalatok, 84 a 500 főnél magasabb, vagy nagyobb vállalatok, 84%-ánál az e-mail az elsődleges kommunikációs eszköz. Ami egy döbbenetesen nagy szám, még az átlag is 76%, de a nagy cégeknél meg kifejezetten magas ez az érték. És ami még érdekes volt, hogy a, a megkérdezett cégek közül az IT vagy az IT-hoz közeli cégeknél ez az arány magasabb volt, mint a nem informatikai cégek e, körében. Döbbenetes, hiszen az IT-informatikai cégeknél dolgozók lehetnek talán legközelebb ahhoz a világhoz, ahol az on különböző online platformok elérhetők, e, kiválthatják az e-maileket, és egy korszerűbb megoldást implementálhatnak. De hogy lehet az, hogy egy olyan technológia, ami még, ami még nálam is idősebb, még mindig itt van velünk ebben a gyorsan változó világban. Hát úgy lehet, hogy az e-mailekkel bár sok baj van, de megszelidítve őket, ügyesen, okosan használva őket, igazán értéket tudnak teremteni. Például, ha integráljuk őket a folyamatmenedzsment eszközeinkkel, és erre ismerünk is egy egészen jó kis appot az Atlassian Marketplace-en. A, egy haladó szellemű szervezetnél az IT már nem egy zárt, sírószerűen működő e, csapat vagy üzletág vagy, vagy részleg, e, ami csak viszi a pénzt, egy, egy, egy költségcentrum, hanem egy stratégiai tevékenységet takar, egy stratégiai terület. Mert az IT a szolgáltatási értékláncban betöltött szerepénél fogva hozzájárul nagyban ahhoz, hogy a szervezetek a céljaikat sikeresen el tudják érni. A Next Gen uh, ITSM uh, szekcióban pedig arról tanulhatunk, hogyan lehet értékteremtő szolgáltatásmenedzsmentet, IT szolgáltatásmenedzsmentet létrehozni. Gondoltátok volna, hogy 44 <laughs> És azt gondoltátok volna, hogy 44 használ Excel-t feladatok követésére. Amikor megláttam ezt a számot, nem tudtam eldönteni, hogy ez most döbbenetes, mert azért 2024-et élünk, vagy igazából meg se lepődtem. Mert hát, hát az Excel egy igazi varásszer. Szerintem mindenki tudja, hogy ha beképletezem, meg makrózom, akkor abból lehet költségvetés, lehet feladatmenedzsment. Komolyan még a programunkat is Excelbe szoktuk összerakni az elején, utána persze csinálunk belőle más verziókat is, de az Excel tényleg gyakorlatilag mindenre jó. Úgyhogy mondhatnánk is azt, hogy rendben, akkor, akkor megérkeztünk, helyben vagyunk, a produktivitás indexünk az egekben. De hát azért mégiscsak 2024-ben élünk, és azt gondoljuk, hogy a digitalizáció szekció fő céljaival harmóniában nem azt kell célul kitűzni, hogy holnaptól szüntessük meg az összes Excel-t. Holnaptól nem írunk egymásnak e-maileket, hiszen ezek az eszközök valahol. Nem véletlenül vannak velünk. Nagyon jók valamire. Viszont most már sokkal jobb lehetőségeink vannak, és hogyha megfelelően keretbe foglaljuk őket, megszelídítjük őket, a digitalizáció új szintjére emeljük az Exceleket és az e-maileket, mi már tudjuk, hogy mögötte státuszok, értesítések, határidők, riportok, dashboardok jelenhetnek meg, és a feldolgozói oldalon, legyen az egy belső csapat, vagy legyen az egy külső ügyfeleket kiszolgáló csapat, egy profi környezetet tudunk biztosítani. A külső ügyfelek számára pedig, ha szeretne e-mailt kap, ha szeretne nézegetheti a táblázathoz hasonló felületét, viszont ez már a hatékonyságnak egy, egy sokkal komolyabb új szintje tud lenni. Nézzünk egy újabb számot, és itt most nem azt játszik, hogy ki tud nagyobb számot mondani, Attila vagy én, de ilyen döbbenetes eredmények jöttek ki ebből a felmérésből. A 73% arra vonatkozik, hogy a cégek milyen arányban használják az e-mailt feladatok átadására. Tehát amikor valaki egy feladatot átad egy kollégájának, ez 73%, ami egy bődületesen nagy szám, de valahol azt tükrözi, hogy megint az e-maileket talán nem arra használjuk, amire azok igazán alkalmasak. Mert a, feladat meg, a feladatok kezelése és e-mailekben való uh, megosztása, átadása, tehát ez a fajta feladatkezelés, ez nem lehet kellően hatékony. Uh, a feladatkezelés, ha nem hatékony, akkor egyszerűen lehetetlenné válik, hogy a, a, a projektek végrehajtását azt gazdaságosan, sikeresen, és jó eredményekkel tudjuk megvalósítani. A feladatkezelés tehát a projektmenedzsment alapja. A következő szekcióban a projektmenedzsmentről fogunk tanulni, hogyan lehet ezt a projektmenedzsmentet értékek mentén végezni, olyan transzparensen és átláthatóan, ami segíti a vezetőknek a megfelelő döntések meghozatalát. Hiszen az átláthatóság az elengedhetetlen, fontos lássuk a projektek alakulását, a felhasznált erőforrásaink alakulását, ahhoz, hogy be tudjunk avatkozni, és a legjobb döntéseket tudjuk meghozni. Ezt fogja támogatni ez a szekció. Minden harmadik ember, minden harmadik ember a felmérésünk szerint legalább egy napot, tehát átlagban több mint egy napot dolgozik távolról. Hogyha visszagondoltok a COVID előtti időszakra, amikor ez a kiváltsága volt az informatikusoknak, hogy legalább egy napot távolról dolgozhatott, utána visszagondolunk a COVID időszakára, ahol azt gondoltuk, hogy soha többet senki nem fog visszamenni az irodába, csak aki egy gyártósor mellett dolgozik, vagy röngengépet kezel. Nah, ehhez képest most uh, mondhatni, hogy már túl vagyunk ezen a két időszakon, azt látjuk, hogy egyiknek sem lett uh, igaza, a hibrid munkavégzés vált a mindennapjaink részévé és ez a HR számára egy nagyon úzgalmas új kihívást jelent. Tehát szerencsére a céges bulikat még nem kell teljes mértékben online térben rendezni, bár van, amikor arra is sort kerítünk, de a teljesítményértékelés, a munkaszerződéseknek a módosítása, a különböző HR folyamatok stratégiai végiggondolásakor Abszolút figyelembe kell vennie a HR-nek azt, hogy bizonyos kollégák ott lesznek, és majd fizikailag fognak aláírni, fizikailag a szemükbe lehet nézni, és meg lehet keresni őket, bizonyos kollégák pedig aznap, vagy egyáltalán nem csak aznap, hanem nem lesznek ott fizikailag, hiszen távolról dolgoznak. Nagyon fontos az, hogy a HR szerte ágazó feladatkörére az adatbiztonságára és az egyszerre párhuzamosan futó sok-sok folyamat, kuszasságára valami olyan megoldást tudjunk nyújtani, ami egyrészt garantálja azt, hogy mindig minden adatinformáció határidőre ott lesz, ahol annak lennie kell, és a HR-eseket segíti abban, hogy ne a repetitív, unalmas, egyébként is rengeteg hibára lehetőséget adó feladataikra kelljenek koncentrálni, hanem igazán értéket tudjanak teremteni a szervezetek számára. Ebben próbál segíteni a HR-szekció. És akkor végezetül a 17 százalék, az még nem egy ilyen túl nagy szám, de hogyha megértjük, hogy mire vonatkozik, akkor azért elgondolkodtató. Ez arra vonatkozik, hogy a megkérdezettek körülbelül majdnem egy-ötöde úgy érzi, hogyha segítségért fordul a cégen belül egy másik üzletághoz vagy egy másik csapathoz, akkor ott nem fogják megérteni. Vagy éppen egy ügyfélként én kapcsolatba lépek, egy, egy, szolgáltató céggel, nem fognak megérteni. És hogy ezt néz, erre gondolunk, akkor ez egy igenis jelentős szám. Mert a helpdesk és az ügyfélszolgálat kint van a fronton. Közvetlenül találkozik az ügyfeleinkkel. Ha egy elégedetlen ügyfél lép velünk kapcsolatba, <kül> akkor nekünk kutya kötelességünk, hogy megértsük őt, <kül> és az ügyfélpanaszt, az elégedetlenséget átalakítsuk értékké és egy elégedett ügyfélnél. Jeff Bezosnak volt egy olyan gondolata jó pár évvel ezelőtt, hogyha a fizikai világban egy elégedetlen ügyfél az elégedetlenségét hat másik embernek fogja elmondani. Az online világban már 6000 másik embernek. Szerintem azóta már kimondhatjuk, hogy talán 60 ezer másik embernek is elmondhatja hiszen az internet az kinyitja ezeket a lehetőségeket, rengeteg olyan fórum és minősítő szájt van, ahol eh, adott esetben egy rossz ügyfélélmény megjelenve nekünk közvetlen üzleti károkat is okozhat. Vagyis a helpdesk és a, az ügyfélszolgálat kapcsolata és hatása az üzleti eredményességre az bizony nagyon-nagyon szoros, eh, közvetlen. A következő szekcióban arról fogunk tanulni, hogy uh, hogyan lehet a reklamáció kezelésben, az ügyfélszolgálatban az elégedetlen ügyfélből értéket teremtő egy boldog ügyfelet uh, varázsolni. Mindig is szerettük a számokat, mindig is szerettük azt, amikor a döntéseinket uh, meg tudjuk alapozni uh, valamilyen adat alapján. Természetesen emellett pedig nagyon szeretünk néha teljes mértékben az érzelmeink alapján dönteni, viszont azt gondolom, hogy ez tök fontos, hogy tudatosan döntsük el, hogy most éppen melyiket tesszük. Nagyon megszerettük ezt a kutatást, sok isletet adott nekünk, úgyhogy mi már most tudjuk, hogy meg fogjuk ezt csinálni majd újra és újra. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy két év múlva, lehet, hogy három év múlva, ezt még nem tudjuk pontosan, de szeretnénk visszamérni azt, hogy mi történt. Szeretnénk felelősséget vállalni a MetaInf csapatában az abban, On va dire... a magyar szervezetek, és nem is feltétlenül csak a magyar szervezetek, hanem a régió szervezetei, sőt, mivel ugye mi Atlassian vendorok is vagyunk, több mint száz országban használják a termékeinket, így kicsit azt mondhatom, hogy az egész világ hatékonyságára hatással tudunk lenni. Szeretnénk ebben felelősséget vállalni, úgyhogy létrehoztunk egy MetaInf produktivitási indexet, amelynek a, definíciója az az, hogy ebben a felmérésben megkérdeztük a résztvevőket bizonyos eszközök használati szokás Ilyen eszköz a kollaborációs eszköz, a tudástár, a feladatkezelő, valamint valamilyen típusú ilyen ügybejelentő rendszer. És a MetaWinf produktivitási indexben azt határoztuk meg, hogy keressük azon e, százalékos arányt, amelyben a válaszadók e, ezen eszközök közül legalább hármat használnak a mindennapjaik során. Ki az, aki azt gondolja, hogy a MetaInf produktivitási index 2024-ben 50% feletti kezet fel? Ki az, aki azt gondolja, hogy 25 és 50% közötti? Ki az, aki azt gondolja, hogy 10 és 25% közötti? Ki az, aki azt gondolja, hogy 10 alatti? Oké, okay, akkor a 25 és 50 között volt a legtöbb. Ki az, aki azt gondolja, hogy 25 és uh, 37 és fél között van? Ki az, aki azt gondolja, hogy a 37 és fél és 38 egész? Na jó, uh, inkább elárulom, mert lassan lejár az időnk. A meta produktivitási index 2024-ben 21 százalék, és uh, ígérjük, hogy megmérjük újra. Szeretnénk nektek egy uh, érdekes... Uh... A visszajelzést adni arra, hogy hol tart most az Atlassian, a cloud, az atlaszian világában a cloud transformáció. Talán emlékeztek, akik itt voltatok tavaly is, hogy hoztunk arra a magyar piacra vonatkozóan egy interpretációt, hogy honnan, hova érkezett meg a, a magyar Atlassian közösség, azután, hogy az Atlassian bejelentette a szerver platform megszüntetését, gyakorlatilag 2023-ig, amikor is már az utolsó évbe léptünk. A most látott ábra az nem egy magyar uh, uh, magyarországi helyzetképet adott erről a folyamatról, hanem ez egy nemzetközi kitekintés, ami a, alapvetően a marketplace-en keresztül értékesített termékeink trendjeiből uh, áll össze. És az látható, hogy a baloldali uh, részben ugye elindult a baloldali részben 2019 környéke, igen. Ott még messze a szerver platform volt a legjelentősebb összetevő ebben a, ebben a halmazban, vagy ebben a levesben, amiben ez a három platform szerepelt. De a szerver értéke vagy szerver aránya az fokozatosan és egyértelműen csökken, míg a másik két platform pedig teret nyer ebben. Nagyon érdekes az utolsó hónapoknak az aránya. Ugye ez a folyamat az Atlaszén azért volt annyira előretekintő, hogy adott nekünk egy ilyen jó három-négy évet arra, hogy, hogy átálljunk a szerverről valami másra. És ennek volt a különböző fontos állomásai, ezt látjátok az idővonalon, illetve most látjátok az idővonalon, bocsánat. De az utolsó szakasz az egy nagyon érdekes szakasz volt, mert azt tapasztaltuk mi, hogy az ügyfelek, azok az ügyfelek, akik elkéstek a szerverről való migráció, illetően, hogy onnan elmenjenek, és ezt, ezt a migrációt megvalósítsák, mondjuk a cloudba, vagy a data centerbe, azok az utolsó pillanatban még azért megpróbáltak menekülni, és uh, tavaly év vége felé inkább azt láttuk, hogy a cloud, uh, cloud tudtak még belépni nagyon sokan. Uh, ennek valószínűleg az is volt az oka, hogy nekik, vagy számukra ez a cloudba belépés, ez vagy már folyamatban volt, vagy éppen annyira egyszerű volt, hogy ezt nagyon gyorsan meg tudták tenni. De ami még talán ennél is érdekesebb volt, az, hogy az utolsó hónapban, vagyis most februárban viszont azok a cégek, amik nem tudtak a cloudba menni korábban, már nem tudták megvalósítani ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a folyamatot ilyen rövid idő alatt, ők a data centerbe menekültek, mint egy egyszerű kiút ebből a, ebből a csapdából. Ebben a Cloud Transformációs utazásban az egyik legfontosabb tanulás az volt számunkra, hogy megértettük a compliance-nek a fontosságát. Mi még csak egy 50 fő körüli szervezet vagyunk, viszont az ügyfeleink néha elképesztően nagy cégek szerte a világban, akik számára iszonyúan fontos az, Gondoljatok például az e-maileket kezelő alkalmazásunkra, ami tele van különféle személyes adatokkal, hogy az IT biztonság az egyértelmű legyen, hogy a szemünk előtt van, miközben a termékeinket fejlesztjük, miközben a szolgáltatásainkat tervezzük számotokra. Hogy említettem, több mint száz országban vannak ügyfeleink, ezért van olyan kultúrkör, ahol az ISO 27001 kevésbé jól fejezi ki ezt. Ott a szokkettő az, ami ismerősebben cseng. Mi most azt tűztük ki célul, hogy ezt a két Minőség, két irányítási rendszert párhuzamosan fogjuk bevezetni nálunk, és mindenki azt, válasz, azt a budget választhatja majd magának, amelyeket szeretné. De nem csak az IT biztonság, ami a teljes szervezet működését alapvetően határozza meg fontos számunkra, hanem az ISO 9001, ugye a minőség irányítási rendszer. Aki ismeri az ISO 9001 sajátosságait, meg ismeri, ismer bennünket, magyarokat, hogy milyen kis trükkös módszerekkel tudunk hatékonyan megoldani problémákat, azok tudják, hogy ha egy szervezetnek ISO 9000 minősítésre van szüksége, akkor mi csinál? Bevezeti a vici papírbeszerzés folyamatára, vagy a házi pénztárkezelésre. Ugye, mert az ISO 9001 egy, egy folyamatot minősít, viszont ezt az egész cég használhatja utána. Na most mi a MetaInfnél, ha valamit bevezetünk, azt csak akkor tesszük, ha utána komolyan is vesszük. A papírokra csak a valóságunkat írjuk, ha a valóságunk azzal nem stimmel, amit egy nemzetközi szabvány megkövetel, akkor megváltoztatjuk a valóságunkat. Ez történt nálunk az ISO 9001 kapcsán is, és nagyon büszkén és örömmel jelentem be számotokra, hogy a MetaInfnek 9000 egy minősítése van az Atlassian, Atlassian licenszek értékesítése folyamatra, amely a bevételi termelő képességünk egyik oszlopos pillére, ezért kifejezetten uh, core tevékenység, igyekszünk így a compliance területén mind az IT biztonság, mind a minőségirányítás, mind majd később egyéb irányítási rendszerek tekintetében kommunikálni felétek azt, hogy az, ahogy mi működünk, az fenntartható, stabil, működőképes, és számíthattok ránk a jövőben is. Természetesen ezek, a, ezek az intuíciók néha belülről jönnek, néha azért kapunk egy kis külső motivációt is. Tehát amit Tibor mutatott nektek grafikont, hogy milyen szépen átállt Magyarország, és most a grafikon az éppen a világról szólt a mi nézőpontunkból, de Magyarország is hasonló, tehát abszolút a szerver platform országa voltunk. Milyen szépen átálltunk a cloud vagy a DC platformra, na hát azért ehhez kellett egy kicsit az Atlassian iránymutatása. Mi az, amivel folytathatnánk, ha nem más, mint a Team24. Ez is egy izgalmas változás, hogy amikor itt álltunk a színpadon, akkor körülbelül egy hónappal az Atlasia nagy eseménye után voltunk, és meséltünk nektek arról, hogy mi történt. Most, hogy márciusban van az eseményünk, körülbelül egy hónappal az esemény előtt vagyunk, és azon gondolkodunk, hogy jaj, mi fog történni. Valamint tudunk nektek arról beszélni, hogy természetesen lesz MetaInf delegáció a Team 24-en, és hogy mi az, amit kifőztünk idén, egy, azt szeretnénk kommunikálni magunkról, hogy egy olyan frankó megoldás szállító csapat vagyunk, akinek vannak tök jó szolgáltatásai, a korábban már említett kollaboráció, tudásmegosztás, időhatékonyság, stb. stb. pillérek mentén. Vannak, vannak szuper termékei, és, és ezek együttesével tud valami olyan megoldást szállítani a világnak, amire azt gondoljuk, hogy nekünk érdemes elutazni Amerikába, hogy ott is halljanak rólunk, hiszen számukra is egy értékes segítség tudunk lenni. Az elmúlt tíz évben számtalan Atlassian rendezvényen vettünk részt kiállítóként, vagy egyszerűen csak látogatóként, Európában és Amerikában egyaránt, és mindig hatalmas feltöltődés, és hatalmas élménynekünk ott lenni ezeken a konferenciákon, és egészen motiváltan, energizáltan érkezünk haza, és világ megváltó terveinket megpróbáljuk tényleg megvalósítani. És valahol ez, ez a ez az, ez, az élmény adja a Metainf Atlassian d nek is az alap ihletét. Szeretnénk idehozni Magyarországra azt az élményt, amit mi az Atlassian rendezvényein közvetlenül is megtapasztalhattunk. De még sose beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet létrehozni, azon kívül, hogy rengeteg munkával, rengeteg beletett energiával és, 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 és motivációval, de végül is hogyan tudjuk az alapjait, a pénzügyi alapjait megteremteni ennek. Lehet, hogy néhányan gondolkodtak azon, hogy Jaj, de drága a jegy, majd jól ebből akarnak ezek a trükkös MetaInfes fiúk meggazdagodni. Hát nézzük, hogy mi a valóság ebben. Itt láthatjátok ezt a kis diagramot, ami a MetaInf költségvetési forrásainak a megoszlását mutatja. Kezdjük a legkisebb tétellel, ez maga az Atlassian. Az Atlassiannak van egy úgynevezett developer eh, Development Findja, amivel a partnereknek az hasonló eseményei többek között vagy bármilyen aktivitását, közösségépítő aktivitását tudja támogatni. Ők látják az Atlas cnd nek ezt az értékét, és egy, egy részsel is ezt támogatják. És a második tétel az, azok ti vagytok. Amikor megvesztik a jegyet a látogatásra az egy napra, két napra, fél napra, akkor gyakorlatilag ennek a rendezvénynek a finanszírozásában vesztek részt. De úgy gondolom, hogy minden egyes itt töltött nap és ez elköltött ö, ö, pénzösszegek vagy a befektetett idő azzal, hogy itt vagytok, meg fog térülni sokszorosan. Mi hiszünk ebben, ezért azt gondoljuk, hogy nagyon jó nektek, hogy itt vagytok. A harmadik tétel pedig a kiállító vendorainknak a hozzájárulása, a szponzori díja, ami nagyon jelentős, és köszönjük az ő áldozatvállalásokat, hogy akár a világ másik végéről is ideutaznak azért, hogy veletek találkozzanak. De a legnagyobb rész, a legnagyobb rész az a MetaInf saját finanszírozása adja, és a MetaInf finanszírozó képességét pedig leginkább a marketplace-en több mint száz országban értékesített termékek után járó bevételekből tudja előteremteni. Úgyhogy most a következő percekben engedjétek meg, hogy bemutassuk ezeket a termékeket röviden nektek, hogy lássátok azt, hogy mi az, amit mi tudunk nyújtani a nagyvilágban, és mi az, ami hozzájárul ehhez a rendezvényhez. Talán a legtöbbet ismert termékünk az e-mail this issue, bizonyára sokan használjátok ti is. Az e-mailt, mint témakört elég sokat emlegettük már, ennek a kutatásunknak is egy központi figurája. Ez a termékünk az, ami abban segíthet, a, főleg az üzleti felhasználók számára, hogy a megfelelő helyre eltegyük az e-maileket szerintünk a legmegfelelőbb hely az e-maileknek az öt Ez a kétirányú kommunikációs csatorna, amit meg tudunk valósítani ezzel a termékkel, lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy aki továbbra is a leveles ládájába szeretné az információt megkapni és onnét küldeni, az megtehesse, viszont ezt egy rendszerbe tudjuk kezelni. Az egyik újdonság, amit az e-mail decision kapcsolatban publikáltunk, hogy most már titkosított leveleket is tudunk kezelni, ezért a komolyan auditált vagy érzékeny szférában dolgozó szervezetek számára is egy egyre megbízható profi megoldást tudunk nyújtani. Következő termékünk a Content Exporter. A Confluence nem kell bemutatnom nektek. Valószínűleg ismeritek, hogy milyen sokoldalú kollaborációs eszköz. Az itt létrehozott tartalmakat azonban időnként ki kell tudjuk exportálni egy valódi, kézzelfogható dokumentumba. Legyenek ezek szerződések, ajánlatok, dokumentációk, amiket meg, meg akarunk osztani a partnereinkkel. Mi is ezt tesszük nap, mint nap, és ennek az eszköze lehet a content exporter is, ami lehetővé teszi, hogy a Confluence beépített funkcióinál sokkal sokoldalúbban, szabhatóban tudjuk, akár a céges arculatot implementálva tudjunk dokumentumokat előállítani. Most jelenleg egy teljesen újra gondolt felhasználói felületet készítünk ehhez a termékhez, amelyet UX szakértők terveztek meg best practice alapján. Az egyik új, meg nem értett zseni termékünk a Glass Documentation. Bízom benne, hogy most itt 250 embert egy percben meg tudok világosítani arról, hogy ezt fel kell telepíteni próbáljátok egyszer ki ezt az érzést, lehet, hogy aki itt ül, az el sem tudja képzelni, hogy ez milyen, de nézd meg egyszer egy olyan Zsira projektet, amit nem ismersz, úgy, hogy nincs admi jogod. És próbál meg rájönni arra, hogy mi fog történni, ha egy feladatra te azt mondod, hogy én ezt megcsináltam, vagy mondjuk magadhoz rendeled, vagy valamit csinálsz vele. Egyáltalán, hogy megvannak azok a gombok, amiket én keresek, és hogy miért nincsenek meg, ha nem találod őket. Hát ez a termék, ez pont ebben, ebben tud segíteni, hogy a nem admin felhasználók számára érthetővé teszi azt, hogy hogyan működik az a virtuális munkakörnyezet, az a projekt, amiben ő egy fontos szerepet kell, hogy betöltsön. De például arra is nagyon szuper ez a termék, hogy ha te vagy az adminisztrátor egy projektnek, de Történetesen elmész szabadságra, akkor össze tudod hasonlítani a szabadságod előtti állapotot, a szabadság utáni állapottal, és pontosan tudni fogod, hogy mi, fog tört, mi történt abban a, a projektben. Ha esetleg használsz e-mail mi azt tudjuk, hogy elég nehéz a konfigurációja, már egy integráció segítségével ezt is érthetőbben vizualizálni tudod a nem admin felhasználóid számára. Nem egészen egy évvel ezelőtt bár mi nem vagyunk egy startup cég, ahogy ezt sejthetitek rólunk, de a cégen belül létrehoztunk egy startupot, vagy egy startup-szerűen működő csapatot, amit mi Forge Technology Teamnek neveztünk el, Ez az Atlassiannál a Forge képezi az új termékfejlesztési platformot, vagy irányzatot, és ebben szerettünk volna elmélyedni és, és alkalmazásokat előállítani. Létrehoztuk ezt a csapatot, aki teljes autonómiában ezzel a fókusszal dolgoznak, és ontják magukból a jobbnál jobb megoldásokat, innovatív ötleteket, amiket aztán a később az egyéb termékeinkbe is be tudunk építeni. Az egyik legutóbbi ilyen szösszenetük a Pipeline Forms nevű alkalmazás, alkalmazásunk, amit, ami elsősorban azoknak a szervezeteknek jó, akik hozzánk hasonlóan a Bitbucket Cloud-ban tárolják a forráskódjukat, és a Bitbucket Cloud Pipelines funkciójára építve alakítják ki a buildelési CI deployment folyamataikat. Nagyon gyakran abban a helyzetbe kerülnek ezek a cégek, hogy ugyanazt a felépített pipeline logikát kell több, több paraméter mentén lefuttatni, ezért rendszeresen ezeket lemásolják, átírják a paramétereket, és így halmozódnak a duplikátumok, megnehezítve ezeknek a karbantartását, adminisztrációját. Na ezt felismerve, ezzel az alkalmazással kiválthatók ezeknek a duplikációknak a létrehozása, előre összeállított paraméterek mentén tudjuk akár manuálisan, akár ütemezve lefuttatni ezeket a pipeline -okon. Ha a marketplace-en, bocsánat, még egy gondolat, ha a PAN marketplace keresnétek, azért nincs még fent, mert az atlas nem tudta megoldani azt, hogy a Bitbucket Forge appokat a marketplace-re ennek ellenére elérhető az alkalmazás. Keressetek minket a standon, ha felkeltette az érdeklődéseteket. Egyszer volt már ilyen egyébként, hogy előbb csináltunk Atlassian kiegészítőt, mint hogy az Atlassian ki tudta volna azt tenni a Marketplace-ére, ugyanis az Email This Issue az előbb jött létre, mint az Atlassian Marketplace. Úgyhogy a történelem egy kicsit ismétlél magát. Oké, okay, következő termékünk az Advanced Content Navigátor. Igazából a Confluence-nek az aloldalait megjelenítő és a tartalomi jegyzéket megjelenítő makrónak a házasságából jött létre. Ez a története. De hogy mire is jó valójában? Bizonyára kerültetek már olyan helyzetbe, nem is feltétlenül Confluence-t használva, hogy valamiféle nagy információs vagyon fölött. Tartottátok a szemeteket, kezeteket, és azt gondoltátok, hogy nektek nagyon fontos az, hogy tudjátok, hogy mikor mi módosul abban az információ tömegben, és szerettetek volna vagy figyelmet, vagy kontrollt szentelni ennek az információs vagyonnak. Na most ez, ez, ez egy viszonylag nehéz feladat más rendszerekben is, nem csak Confluence-ben. Ezzel az appal viszont meg tudod azt csinálni, hogy tudsz egy olyan dashboardot készíteni magadnak, amiben nem is feltétlenül csak egy, hanem akár több Confluence Space-nek az oldalai, számodra releváns oldalai vannak egy fában megjelenítve, és highlightoljuk neked azokat az oldalakat, amelyeket az utolsó bejelentkezésed óta mondjuk módosítottak. De ezek egy státuszokat rendelhetsz, és akár egy ilyen nagyon lightweight feladatkezelést is meg tudsz valósítani egy kisebb projekttel Confluence-ben. És végezetül a cégünkben meglévő kreatív energia és innovációs képesség egy nagyon jó megjelenése a TLDR This Issue nevű alkalmazásunk, amelyet az Atlassian éves fejlesztői versenyére, a Code készített egy önkéntesekből összeállt csapat teljes autonómiában. És nem elég, hogy csak elkészített, egy harmadik, nagyon szép harmadik helyezést is értünk el ezzel az alkalmazással, azt hiszem talán 150-200 pályamű között. De hogy mit tud ez az alkalmazás? Ez gyakorlatilag az előbb látott a Genona által bemutatott AI képességeket és felülmúlva adott esetben a Jira issue tágabb környezetét is képes értelmezni, értelmez alatt a bekötött lindisúkat, bekötött confluence oldalakat, és ebből a tágabb kontextusból képes egy összefoglalót legyártani, és ezt különböző szerepköröknek megfelelő tudólistákkal, feladatlistákkal ellátni. Tehát mit kell tennünk ahhoz, hogy egy problémát megoldjunk? Hogy kell értelmeznünk egy, egy fejlesztési feladat leírását, ha product ownerek vagyunk, vagy ha fejlesztők vagyunk? Tehát a szerepkörökhöz specifikus a feladatgenerálás is része ennek az alkalmazásnak. Még ez sincs a marketplace-en. Szeretnénk néhány szót szólni arról a csapatról a Metainfről, aki ezen szervisek, ezen törekvések, és ezek ter ezen termékek hátterében áll, és ebből három pillért hoztunk most el nektek a szakmaiságot, a stabilitást és magát a csapatot. Szeretnénk először a szakmaiságról egy jó példát hozni nektek. Bizonyára tudjátok rólunk, akik visszajártok hogy nagyon fontos számunkra az, hogy a szakmai élvonalban legyünk. A személyek szintjén ez úgy jelenik meg, hogy nagyon sok minősített szakemberünk van, és a legutóbbi méréseink alapján több, Atlassian Certified Expert Emeritus van a MetaInf csapatában, mint az egész országban összesen. Ez egy nagyon hangzatos statisztika. Akit érdekel a részlet, azt keressen meg és szívesen elmesélem. És természetesen megjelenik ez a, a csapat minősítése tekintetében is. Az Atlassian legújabb kihívása a specializációk bevezetése volt, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi megszereztük Magyarországon elsőként az ITSM specializációt, és amikor készültünk erre, az előadásra, akkor így Tibivel elkezdtük összeszedni a partnerportáról, hogy milyen sales követelmények, tudásbeli követelmények, customer követelmények vannak, és ezeket hogyan fogjuk majd nektek ilyen frankó táblázatba, á, és azt mondjuk, ezt inkább hagyjuk. Ennél sokkal jobb lenne, hogyha megmutatnánk nektek azt a videót, amit készítettünk arra a partira, Amin bejelentettük, hogy az ITSM specializációt megszereztük néhány hónappal ezelőtt, és megkértük néhány barátunkat, akik közül néhányan szerencsére itt is vannak, hogy meséljék el azt, hogy számukra mit jelent az ITSM specializáció, és hogy mit üzennek nekünk, vagy az ügyfeleinknek, és ebből talán jobban megértitek ti is azt, hogy miért extra különleges az, hogy nem csak Magyarországon egyedi ez, hanem az egyik oldalon Lengyelország, a másik oldalon Japán a következő ország, ahol hasonló minősítéssel, hasonló szakmai minősítéssel rendelkező Atlassian partner találhatsz. Hey everyone at MetaInf, congratulations to you and the team on a great designation with Atlassian as a ITM specialized partner. Huge congrats from everyone here at Adaptivist um, here in lovely Toronto, Canada and looking forward to seeing you again soon. Congratulations, have a great celebration. Hey hey friends at MetaInf, very very best regards from Catworks, you know um, you're building the best mail handler in the world, but I'm really glad to hear that you achieved that specialization badge with your team. So, greetings from the best solution partner in the world. Congratulations from my side too. I'm very happy that you have the ITSM badge, and I'm very happy that I see you soon to drink some beers or more and um, have a party with you together. Enjoy! Hello MetaInf customers. Hello MetaInf people. Uh, we are a platinum solution partner of Atlassian since 2011 and we know that MetaInf is one of the most important and reputed uh, Atlassian partners in Europe and uh, now you achieved the ITSM specialization. We got this specialization 12 months ago. It's been a boost of uh, our recognition to customers. MetaInf is doing things uh, very well, and now with the ITSM badge, uh, you can uh, distinguish from uh, the others and uh, still working at that high quality. Uh, service level that you have been done in the past. Hello Metain, I wanted to congratulate you on your latest achievement when you received the ITSM badge. We've been holding this the same badge since April this year, and I know it's a hard work to achieve it. So, I do congratulate you. I welcome you in our club of several experts in the, in the world and i'm very happy to have you here i'm very happy for your friendship for our cooperation i just want to, to say i'm very proud you could do this again this year with us hello meta team congratulations for the atsm specialization badge this is bernardo from ecore we are a solution partner in Brazil and in the US. The ITSM badge has been very valuable to us in many different ways. We are more connected with this big global Atlassian strategy to take down all the big boys in the space, in the area. We also got the benefit of being more competitive and of making more business, offering new business to our customers and new customers as well. Big kudos, congratulations for this amazing team effort and enjoy it. congratulations to everyone at meta for obtaining itsm specialization. BigSoft is a japanese public company. the only Atlassian social partner with itsm specialization in japan. congratulations again, meta guys. and attila, let's table tennis again in the future. másik alapillér, amiről Attila beszél, az a stabilitás, és a cégünk stabilitása a számunkra elsődleges fontosságunk mindig. Úgy gondolkodtunk ebben Attilával, hogy, hogy, a biztonság és a biztonság hosszú távú működés az egy elsődleges prioritás számunkra. De stabilitásnak van a stabilitásnak vannak különböző szintjei, természetesen táplálkozik a mi motivációnkból és hitünkből abban, hogy jó dolgokat csinálunk, értéket teremtünk, de táplálkozik abból a Növekvő számú kollégából is, akik nélkül nem létezhetne ez a cég, és akik a munkájukkal, odaadásukkal segítenek épülnünk, fejlődnünk. Ezen a grafikonon láthatjátok a, az elmúlt években, hogyan alakult az éves átlagos statisztikai létszáma a cégnek. Ugye ez egy, egy gazdasági mutató, amivel e, ki lehet fejezni azt, hogy hogyan fejlődik egy cégnek a felépítése, vagy, vagy nagysága de a valódi tényleges létszám az nálunk most jelenleg 46 fő. Szóval ennek a 46 főnek és családjuknak próbálom mi hosszatávon is biztonságos környezetet teremteni, de szerencsére nem csak, a létszám, nem csak létszámban tudunk növekedni, hanem az éves árbevételben is. Tehát ahogy látjátok, ez a grafikon szépen leköveti a létszám gyarapodásunkat, és, és egy emelkedő tendenciát mutat hála Istennek. Úgyhogy ez a két tényező, az emberek és a Sikerességünk az emberek nélkül ez nem lenne lehetséges, meg nélkületek sem. Ez teremti meg a cégünk stabilitását és a hosszú távú működésének az alapjait. És ugye ami még ezekhez a számokhoz fontos tudni, hogy mi csak Atlassiannal foglalkozunk jelenleg, úgyhogy ezeket az eredményeket az Atlassiannak a szisztéma erejével sikerült elérni. És hát végezetül a csapatról szeretnénk nektek egy, egy rövidet szólni. Bizonyára sokat hallottátok már tőlünk ezt is, hogy nagyon szeretünk sok időt tölteni egymással, sok időt szánni arra, hogy jó csapat is legyünk. Meséltünk már arról, hogy különböző sporteseményeken veszünk részt az Ultra Balatonon, vagy például már idén harmadik alkalommal megyünk a hosszú távú triatlon versenyre váltóban. A, ami most ebben az évben különleges, az az, hogy az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Nagyatádi Hosszú Távú Triatlan Bajnokság szervező gárdája felismerve, meglátva és elismerve azt a szemléletmódunkat, ahogy mi a csapatokról, az emberekről gondolkodunk felkért bennünket arra, hogy legyünk az eseményük váltóversenyének névadó főszponzora. Úgyhogy idén már a MetaInf extrémmen nagy a váltóversenyen vehettek részt, és kifejezetten biztatlak benneteket, hogy gyertek. Elsőre kicsit veszélyesnek tűnik 3,8 kilométert úszni, 180 kilométert biciklizni, majd egy maratont lefutni. Van, aki közülünk ezt egyénibe, van, aki párosban, van, aki sokfős váltóban csinálja, de higgyétek el, egyszerűbb erre egy csapatot összehozni, hiszen idés nem csak a futókat vonzott be ezzel a csapatból, hanem azt is, aki csak biciklizni vagy csak úszni szeretne. Úgyhogy, ha van kedvetek, csatlakozzatok hozzánk augusztusban, keressetek a stannál bennünket, ugyanis tudunk egy kedvezményes nevezési kupont is biztosítani számotokra, és mondjuk egy tízfős csapattal nekiugrotok, egy nagyon szuper csapatépítés lesz. És végezetül, lassan most már zárásként, arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy a kiállítóink Értetek vannak itt. Azért jöttek ide nagyon messziről, hogy értékes tudást adjanak nektek, és megoldásokat adjanak nektek. Járjátok körbe ezeket a standokat, és gyűjtsétek be mindenhonnan a standról az igazolást ebben a kis lottójátékunkban, mert akik összegyűjtötték, végigjárták a strandokat, részt, standokat, részt vesznek ebben a lottosorsolásban, amit a rendezvény végén zárásaként holnap délután fogunk megtenni, és értékes vicces ajándékokkal tudnak gazdagodni. Úgyhogy beszélgessetek, tudom, hogy a magyar néplélek egy kicsit zárkózottabb, mint mondjuk egy amerikai, de megéri, megéri velük beszélgetni, mert nagyon jó fejek, és nagyon értékes tudással tudnak titeket gyarapítani. Rövid összefoglalóként, hogy mi az, amivel érdemes a Meta Infstant egy egyrészt Jenanával időpontot foglalni, vagy a nagy nagyatádi váltóversenyre kedvezményes kupont szerezni, valamint a nagy produktivitás körképünknek szeretnénk egy második felmérési szakaszt elindítani még idén, amely vezetőknek szól. Ugye a reprezentatív országos kutatást kiegészítjük a vezetők nézőpontjával, és ebből a kettőből bízunk benne, hogy egy még ennél is izgalmasabb, következtetéseket leszünk képesek levonni. Hogyha szeretnél ebben részt venni, vagy szeretnéd valamely vezetődet ajánlani, hogy vonjuk be ebbe a felmérésbe, akkor kérlek gyere oda a standhoz és jelezd. A, valamint lehetőséged van a szekciók anyagából kialakított e solution brief kiadványunkat is, amint elkészül megkapni. Erre is a stannál van lehetőséged regisztrálni, valamint az egyes szekciók végén is lesz majd. Valamint természetesen ezeket a termékeket, amiket az előbb említettünk, ha szeretnéd mélyebben megismerni, keresd a kollégáinkat, ugyanis ott vannak a termékszapor csapat is stannál. És természetesen a Metai Atlas nem múlhat el e, uh, nélkül ez a party a mai napon lesz. Az előadások végén együtt fogunk innen elmenni a 17-10 körül, most csúszásban vagyunk, szóval lehet hogy egy picit később, de akkor találkozunk itt az előtérben, és közösen átmegyünk a Retro Élményközpont nevű helyre. Nem tudom, hogy ismeritek -e ezt a fantasztikus helyszínt, ahol gyerekkorunk élményeivel találkozhatunk, vagy hát legalábbis az én gyerekkorom. Mint az ő gyerekkora. Igen, igen, igen tehát, a, Bocsánat, nem, nem, nem kutakodom az életkorotokban, nektek egy nagyon egzotikus kirándulásra lesz lehetőségetek, nekem meg kellemes emlékeket fogunk felidézni az ott található tárgyak és az az atmoszféra. Úgyhogy gyertek velünk bulizni, és köszönjük szépen a figyelmet, hogy figy végig végigkísértétek ezt a másfél órát velünk. Most egy szünet következik, ahol tudtok kicsit felfrissülni, beszélgetni a kiállítókkal, és folytatjuk a szünet után. Jó szórakozást! Jó szórakozást!